Hagyjuk őket dolgozni. Ezzel a kijelentéssel indítványozta a Zaják Rita polgármesteri tanácsnok azt, hogy a közgyűlés ne tárgyalja az Éjjel-Szekszárd által elnökölt oktatás, sport és ifjúsági bizottság előterjesztését, ami a Szekszárdi Sportközpont mindössze néhány hónapja kinevezett ügyvezetőjének eddigi munkájáról szólt volna. Új vezetése van a sportcsarnoknak tavasz óta. Ketten látják el a vezetői feladatokat. Azt gondolom, hogy egyelőre hagyjuk őket dolgozni, és aztán majd az idő megoldja ezt. Ha tényleg vannak gondok, az úgyis ki fog derülni. Én egyelőre úgy érzékelem, hogy rendben mennek az ügyek a sportközpontban. A közgyűlés végül nem is tárgyalta ezt a témát. Ugyanúgy, mint ahogy arra sem volt lehetőségük, hogy az önkormányzati cégek felügyelő bizottságainak átalakításáról egyeztessenek. A sportközponthoz tartozó korábbi grémium Éjjel-Szekszárd által küldött tagjai ugyanis egy nappal az ülés előtt maguk mondtak le. Emiatt most az új tagokról sem született döntés, arra a legközelebbi közgyűléskor kerülhet sor. Dr. Gábor Ferenc, szekszárdi edzője erre azt mondta, ők többször is próbáltak a Faragó Zsolt által vezetett bizottsággal tárgyalni, ám az Éjjel-Szekszárd delegáltjai egyszerűen nem jelentek meg ezeken a megbeszéléseken. Ugye ezekben az egyeztetéseknek az lett volna a célja, hogyha eljöttek volna, hogy ezeket az alapító tulajdonos tisztán lásson, és mindenki megnyugtatására együtt gondolkodva lehetett volna tovább vinni az ügyet, de sajnos nem jelentek meg ezeken az egyeztetéseken. Azonban volt olyan napirendi pont is, amiben teljesen egyetértettek a képviselők. A Gazdasági és a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján újra kiírják a szekszárdi kisvállalkozókat segítő önkormányzati pályázatot, amivel akár 200 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a lejelentkezők. Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője arra tett javaslatot, módosítsák úgy a kiírást, hogy azok a vállalkozók is elindulhassanak, akik már korábban is nyertek támogatást. A pályázók körét bővítsük ki, akik eddig megkapták a 100 ezer forintot, azok pályázhassanak újra, ugyanaz az anyaggal gyakorlatilag, a következő 100-ra, de csak különbözetre, tehát nem 200-ra, hanem a különbözetre, ha kérik. Így hamarosan újra lehet pályázni majd azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek megsínlették a koronavírus járványt. A maximum 200 ezer forint vissza nem térítendő forrást működésre, újraindításra, vagy a meglévő alkalmazottak megtartására lehet fordítani.